Köszöntöm a Telena magazin nézőit, Bence Péter vagyok. Évente több mint 1000 nőt diagnosztizálnak méhnyakrákkal idehaza, annak ellenére, hogy az egyik leggyakoribb rákfajta a nők körében, mégis sokan vannak, akik nem vesznek részt az éves szűréseken, pedig a betegség akár 15 évig is tünetmentesen jelen lehet a szervezetben. Mégis az elmúlt években csak tolnán 1500 olyan érintett nő volt, akik nem vettek részt az ingyenes szűréseken. Egészségnap Tolnán. Februárban 4 napon keresztül ingyenes rákszűrő vizsgálatokon vehetnek részt a tolnai hölgyek. Az előző évektől eltérően idén levélben kapnak behívót a lakosok, ugyanis több mint 1500 olyan nő él Tolna városában, aki az elmúlt 3 évben nem vett részt rákszűrésen. Pedig az országban az emlőrák után a méhnyakrák a leggyakoribb daganattípus, amely halálos szövődményekkel is járhat. Barna Györgyi házi orvos szerint életeket menthet, ha a nők évente legalább egyszer részt vesznek a vizsgálatokon. Lehetne több is a jelentkező. Ez most egy ilyen kiterjesztett rákszűrés lesz, behívás alapján történik, tehát mindenki kap értesítést, és akkor úgy történik itt, évente van egyébként, minden évben van, és hát azon dolgoznak a nőgyógyász szakemberek, hogy minél többen jöjjenek. Ezért is van most ez a behívós rendszer. Sajnos a 20-30 éves korosztály már érintett, tehát ahogy halad az idő, úgy mindig fiatalabbak lesznek betegek, és a tünetei azok egy jó ideig sajnos teljesen rejtve maradnak. Tehát ha valaki nem jár szűrésre, akkor tényleg előfordulhat az, hogy abban a stádiumban veszik észre, amikor már kifejlődött a rák. Ezért ugye a szűrésnek ebben van óriási jelentősége, hogy a rák megelőző állapotokat tudják már észrevenni, és akkor megfelelően kezelni. Mert amikor már tünet van, tehát esetleg alhasi fájdalom, esetleg váladékozás, fájdalmas szexuális élet, akkor már baj van rendszerint. A házi orvos azt mondja, az éves vizsgálatok mellett sokat tehetünk azzal, ha beadatjuk magunknak a HPV elleni oltást, amely azon vírusokkal szemben nyújt védelmet, amik a legtöbb esetben méhnyakrákhoz vezethetnek. Az egyébként több 10 000 forintos oltást a 7. osztályos diákok ingyen megkaphatják. Barna Györgyi tapasztalata mégis az, hogy a lányok mindössze 60%-a, aki él a lehetőséggel. Nagyon fontos dolog a rák szűrés mellett, tehát a megelőzésben, hogy bevezették a HPV oltást, a 7. lányok ingyen kapják, sőt úgy tűnik, hogy nem sokára a 7. fiúk is az iskolába, és ez ennek az a jelentősége, hogy 100%-osan bebizonyították, hogy a méhnyakráknak az eredete, a kórokozója, az bizony ez a HPV vírus. Ennek is egy két fajtája, a 16 és 18-as variáns, ami bebizonyított tény, hogy a rák okozója. A HPV oltás mellett azért kampányolnék, mert sajnos a HPV oltást, ugye ezt felajánljuk a 7. lányoknak, és ott sajnos körülbelül olyan fele arányú a fele, 50-60% az, aki kéri. És az lenne az igazi, ha 100% kérni. Mert akkor azért már jelentős lépést tennénk meg a megelőzésbe. Környezetvédelmi projektet indít Tolnán az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület. A szelektív hulladékgyűjtéstől a napelemrendszerek kiépítéséig mindenről tájékoztatják az érdeklődőket az év folyamán. A gyerekeknek szóló rajzpályázaton át a komolyabb előadásokig minden fórumon szeretnék bemutatni a környezetvédelem és az energiatakarékosság lehetőségeit. A kezdeményezés fő célja a szemléletformálás. Azt vallják, hogy a legkisebb lépés is előre visz. Az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület már több mint 15 éve működik a megyében. A 2000-es évek elején egy angliai modell mintájára indultak el Magyarországon is ezek a teljesen ingyenesen igénybe vehető programok. Egyéni tanácsadás az, ami elsősorban a munkamódszerünk, illetve ezen belül, vagy ezen túl csoportos foglalkozásokat, tréningeket, életmódklubokat is szervezünk az ügyfeleknek. Egyrészt a kapcsolatépítés gyakorlása szempontjából, illetve információszerzés miatt is. A legfrissebb projekt, amiben így én vagyok érintett, most kezdtük el január 1-ével. Ez elsősorban környezettudatos szemléletformálásról szól.
kapcsolódik szorosan az egyesületi munkához, de nem kifejezetten itt ebben a programban nem az álláskeresőket célozzuk meg, hanem Tolna lakosságát. Tehát ez kifejezetten helyileg tolnai program. Így értjük most a Tolnában, tehát valóban Tolnán. Én úgy gondolom, hogy a szemléletformálás az a kulcs szó, ami összeköti ezt a programot és az egyesületet korábbi programjaival, meg az egyesület egyéb munkáival. A legfontosabb célja, projekt célja az a szemléletformálás, környezettudatos életmód, szemléletmód kialakítása, ehhez kapcsolódó viselkedés minták, jó gyakorlatok elterjesztése. Három alappillére van. Egyrészt a tájékozódás, tájékoztatás, a beszéd, beszélgetés, illetve az aktív cselekvés. Erre építenénk föl így ezt az egész programot. A programokat a 2021-es évben decemberig bonyolítják le. Létrehoznánk a szervezetünk honlapján egy ökológiai tudástárat. Az azt jelenti, hogy minden ehhez kapcsolódó hasznos információt próbálunk összegyűjteni egy helyen, hogy azok, akik e téma iránt érdeklődnek, ugye egy helyen el tudják olvasni. A másik, hogy szeretnénk Tolna nagyobb rendezvényeihez kapcsolódni, bízunk benne, hogy erre lehetőség lesz. Ugye meglátjuk. Így az év során, az év második felébe, közepén tervezzük, hogy akár a Tolnai Bárka Fesztiválon és a Városnapján is egy külön standdal, külön ökokuckóval, vagy még meglátjuk tervezés alatt, hogy szeretnénk megjelenni, tanácsadást lehet nálunk majd igénybe venni, szeretnénk előadókat meghívni, itt a Makházban is tervezünk egy ilyen nagyobb előadók bevonásával, bemutatóval egybekötött rendezvényt, ami reméljük, hogy így megvalósulhat. Ezen kívül fő célcsoportja még a pályázatnak a kiskorúak, gyerekek, általános iskolások, akiknek rajzpályázatot írunk ki, bízunk benne, hogy aktívan fognak részt venni. A pedagógusokkal együttműködve szeretnénk tartani nekik egy ilyen rövid, korosztályuknak megfelelő bemutatást ebben a témában, és akkor ahhoz kapcsolódik ez a rajzpályázat, hogy aminek még így a címe nincs, de a témája az lenne, hogy hogy képzeli el egy kisgyerek azt a környezettudatos otthont, ahol ő élni szeretne. Ezen kívül egy helyi általános iskolás osztály ellátogathat majd a Paksi atomerőműbe, és abban is gondolkodnak, hogy olyan környékbeli vállalkozásokat hívnak meg egy-egy előadásra, akik az energiatakarékosság és a környezettudatosság szellemében működnek. Emellett az alapdolgokra is nagy hangsúlyt fektetnek. Elkezd zárni a csapót, ha fogat mosunk, ne folyóvízbe mosogassunk, stb. Tehát, hogy az apróságoktól a nagyobbakig, tehát akár egy, hogy működik a, tehát az atomerőmű, ugye az is téma, hogy működik egy napkollektor, egy napelem, hol lehet ez ügyben tájékozódni olyan szakemberektől, akik ezt csinálják, gyakorlottak benne. De mindenképpen fontos szerintem, hogy azt az üzenetet is át tudjuk adni ezekkel, vagy ezzel a programmal, hogy nem csak nehéz, bonyolult dolgok kellenek ahhoz, hogy környezettudatosan működjön valaki, hanem nagyon pici, apró lépések is, ha megteszi ő otthon, a gyerekkel, egyedül, családdal, bármi, akkor már sokat tesz érte. Ha egy nap nem autóval megy, hanem biciklivel, ha ez zárja a csapot, ha egy héten mondjuk egy nap nem esznek húst, már például az is egy környezettudatos gondolkodásra val. Lehet, hogyha a program során kialakul egy olyan aktív közösség, ami nagyon jó lenne, akkor te elképzelhető, hogy bármilyen közösségi önkéntes akciót is ebben a témában szervezünk. Ahhoz mindenképp hozzájárulnánk, meg nyitottak is vagyunk rá. A fő cél a szemléletváltás, hogy a lakosok környezettudatosabban éljenek. Most rövid reklám következik, majd beszámolunk arról, milyen tapasztalatokat hozott az írásbeli felvételi vizsga a Tolnai Gimnáziumban. Maradjanak velünk, mindjárt folytatjuk. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra. Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges.
20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, DeFerenc utca 5. Minden kedves nézőt, diákot, szülőt egyaránt nagyon nagy szeretettel köszöntök a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumból. Aki még nem tudja pontosan, hogy mit szeretne csinálni majd a jövőben, mivel szeretne foglalkozni, illetve ezt várjuk nagyon nagy szeretettel azokat a diákokat, akik szeretnék, ha odafigyelnének rájuk, akik szeretnék megkapni további fejlődésükhöz a szükséges egyéni odafigyelést, támogatást és természetesen kiváló oktatást. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk tehát a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban. Folytatjuk is a Telena magazint. Több mint 80 általános iskolából kikerülő diák írta a központi felvételi vizsgát a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban. A javítások után az is kiderült, a magyar feladatsorral sokaknak meggyűlt a bajuk. Az iskola a következő tanévben két elsős osztállyal indul. Ezek a már megírt felvételi feladatsorok. Tolnán a gimnáziumban 85 diák ült a padokba, azt persze még nem lehet tudni, ki az, aki valóban ezt az iskolát jelölte meg első számú továbbtanulási helyszínként. Két osztályt fogunk indítani, kb. 30-30 fős osztályokat, úgyhogy ez a 85 fő azt jelzi, hogy azért elég nagy az érdeklődés a képzés iránt. A vizsga lebonyolítása nem okozott különösebb problémát. Ami problémát okozott valószínűleg a gyerekeknek az, hogy kevés volt az idő, tehát elég sok volt a feladat, meg munkás volt több feladat, tehát időt vitt el. Ez látszott azon, hogy kimaradt egy-egy feladat, tehát nem volt már idő megoldani, mert hát amit megpróbáltak megoldani, az igyekeztek a gyerekek alaposan, pontosan kidolgozni. Érdekes módon a magyar dolgozatokban azt láttuk, hogy ha ki is maradt egy-egy feladat, de a fogalmazást nagyon szépen megírták, tagolták, olvasható írással, tényleg törekedtek arra, hogy megfeleljenek a feladatnak. A tapasztalat azt mutatta, volt néhány olyan feladat a magyar felvételiben elsősorban, ami nehezen volt értelmezhető a gyerekek számára, viszont a matematikai példasort voltak, akik maximálisan hibátlanul oldották meg. Ez volt, így van, az első lépés, a következő lépés majd a jelentkezés lesz. Most már megkapták az általános iskolában a bizonyítványokat a gyerekek, tehát el lehet kezdeni kitölteni a jelentkezési lapot. Akik a 4 osztályos tagozatra fognak jelentkezni bárhova, tehát most 8-osok, ők valószínűleg az iskolában fogják a kellő segítséget megkapni ehhez, tehát az iskola fogja kitölteni a jelentkezési lapot, természetesen a szülők és a diák véleménye alapján, vagy szándéka alapján. Akik a 6-osztályos tagozatra jelentkeznek, tehát most 6-osok, nekik megnyílik egy felület, egy elektronikus felület, és ott kell regisztrálni, illetve kitölteni a jelentkezési lapot, amit aztán majd az iskolába kell eljuttatni. Természetesen be kell írni a félévi tanulmány eredményeket, meg az évvégi tanulmány eredményeket, és le kell fénymásolni a bizonyítványt, illetve az ellenőrzőt. Ebben mi segítséget szeretnénk adni a szülőknek, illetve a diákoknak, tehát ki fogjuk tenni a honlapunkra, illetve e-mailben is tájékoztatni fogjuk a szülőket arról, hogy milyennek a menete. Ha szeretnének segítséget kérni, nagyon szívesen segítünk. Ezt február 15-éig kell majd megtenni, és akkor fogjuk látni, hogy mennyien jelentkeztek, de azt még nem tudjuk, hogy ki az, aki első helyen jelentkezett az adott intézménybe, ez majd később derül ki az oktatási hivatal tájékoztatása nyomán. Az idén a felvételi vizsgát is beszámítjuk. A felvételi vizsga, illetve az évvégi félévi tanulmány eredmények alapján fogunk pontszámot számolni, és ez alapján készítünk majd egy rangsort, és hát meglátjuk, hogy alakul, hogy hol húzza meg az iskola ezt a határt. Szóbelizni csak a 6 évfolyamos tagozatra jelentkezőknek kell, amennyiben erről döntés születik.
várhatóan március elején. Ha az oktatási hivatal úgy dönt, szükséges egy második forduló is. De ez nem befolyásolja döntően a felvételi eredményét. Már csak nem egy hete farsangi lázban égnek a gyerekek a tolnai Selyem óvodában. Idén a megszokottól eltérően a szülők jelenléte nélkül ünnepeltek a kicsik, mindenki a saját csoportjában. Azonban ez sem szegte az óvodások kedvét, jelmezben táncoltak, énekeltek, és az ünnepes híven a jól megérdemelt farsangi fánk sem maradt el. Itt a farsang áll a tolnai Selyem óvodában. Bár idén nem egy sportcsarnokot megtöltve szülőkkel együtt ünnepelnek a gyerekek, hanem csak szűk körben az óvoda falai között, a jókedv így sem maradt el. Már az előző héten is erre készültek a gyerekek, kollégák. Igazából már elkezdtük, hiszen már reméljük, hogy vége lesz a télnek, és múlt héten nagyon sok volt a beteg kisgyerek, nem szerettük őket megvonni az élménytől, így áttettük erre a hétre, de nagyon jó döntés volt, mert most megérkeztek a gyerekek, és teljes messzélességében nagyon élvezik a farsangi készülődést. A hét az abszolút a farsang jegyében telik, a gyerekek már reggel óta felöltözve várják a mulatozást, versenyjátékokkal, vidám élvezetes táncokkal, fánksütéssel, beöltözéssel, jelmezekkel, és ennek nagyon örülünk, hogy a szülők is ebben nagyon partnerek voltak, úgyhogy hát látszik is, hogy a gyerekek nagyon jól érzik magukat. Sajnos ez már egy évvel ezelőtt elkezdődött, egy évvel ezelőtt történt az, hogy sok-sok éven keresztül sportcsarnokban szülőkkel közösen ünnepeltük a farsangot. Hát már a múlt évben is csak szűk körben tudtuk óvodai szinten, az idei évben meg csak csoport szinten, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt megünnepeljük, hogy a gyerekek is élvezzék, hiszen nagyon jó helyen dolgozunk kollégákkal együtt, hiszen itt a gyerekek közt csak öröm és boldogság tud lenni, főleg ebben az időszakban, nagyon várják, nagyon kedvelik, úgyhogy hát egy ilyen nagyon jó hangulatban telik ez a télvégi, tavasz elő időszak. Lilla az egyik kedvenc hercegnőjének öltözött. Éppen most itt foglalat játszok, és sok mindent szoktunk csinálni. Ma még ilyen bohóc bedobálós játszottunk, akkor kapjunk ilyen édességet is. De jó, és milyen édességet? Gumicukrot, legyen csokit. Az óvoda vezetője azt mondja, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gyerekek a járványhelyzet ellenére ne érezzék magukat korlátozva, és a szülők ugyan nem lehettek jelen, így is rengeteg segítséget nyújtottak. Minden családot érint valamilyen szinten ez az egész Covid járvány, ez a vírushelyzet. Minden családban valaki valamilyen szinten érintett, de a gyerekek nagyon rugalmasak, nagyon jól veszik ezeket a dolgokat. Hát annyiban, hogy a szülők nem jöhetnek be az oviban, tehát ez számunkra is, a szülőknek is nem egy kedvező helyzet, de ezt is próbáltuk rugalmasan megoldani. A szülők nagyon partnerek, Facebook csoportban minden alkalmat megragadunk módszert arra, hogy velük a kapcsolatot tartsuk. És hát ebből is látszik, hogy ők is nagyon készültek, támogatták ezt a programunkat, jelmezekkel, finomságokkal, italokkal, mindennel segítettek bennünket. És majd természetesen kis videókkal, fotókkal fogjuk őket majd tájékoztatni erről a kis rendezvényünkről. A 70-es évek elején, amikor megtette első lépéseit a tolnai kajakkenu sport, alig ha gondolhatta bárki is, hogy várostörténeti jelentőséggel bír majd az, ami ezután történni fog. A sportág csináló tolnai kötődési Barina házaspár a fél évszázados jubileumát ünneplő tolnai kajakkenu sportot országos ismertségig vezette. Többek között világbajnokokat is neveltek a Selyemgyár alatti szabad területen. Egy valamire való kajakkenu klubnak kell, hogy legyen otthona, mi több bázisa. Barina József már a 70-es évek közepén kinézte magának a Selyemgyár mögötti területet, ami egyébként az 50-es, 60-as években az úszás és a vízilabdázás fellegvára volt. Itt születtem a Dunamalom utcában, hát itt nőttem föl, és hát elfoglaltuk vadnyugati módon, mindenféle engedély nélkül ezt a vízitelepet, a régi fürdőházat, de hát nem maradt szinte semmi, romos
ilyen öltözők, de tetej nem volt, düledező kerítés, és egy hajótáról volt, ilyen döngölt föld volt az alja, na az lett a mi öltözőnk. A nagy lökést az jelentette, hogy 1985-ben Nagyvel Tibor az első ifjúsági világbajnokságon Rómában 504-esben második lett, ezüstérmes, akkor mindenki fölkapta a fejét, hogy hogy lehet, hogy egy ilyen kis helyre oda eljutni, és mindjárt világban neki második. Bíber László volt az akkori elnök a Tolnai Gém szövetkezetben, egy híres szövetkezet volt, ő lejött és körbenézett, honnan jött ez a gyerek, és kereste a tusolót, hát persze az nem volt, és a kő segített, leküdt a könyvesbrigádot, és akkor épült a mai kis fitness termünk, ilyen kis tornaterem, tehát ebből látszott, hogy megindultunk fölfelé. Bizony így történt, mégpedig meglehetősen látványosan. Nagyváradi után a kezdőktől a felnőttekig a szűkebb hazai élvonalba adott szinte folyamatosan versenyzőket a Tolnai Klub, akik nemzetközi szinten is jeleskedtek az elkövetkezendő évtizedekben. Az első felnőtt világbajnokaink Szakály Viktor és Jámbor Attila, ők Dél-Afrikában nyertek 1998-ban maratontávon, nagy fölénnyel, 30 kilométeren. Ők itt a Salga István, Győri kajakos, Jámbor Attila, a mi sportolónk, ő harmadik világbajnoki címét nyerte, spanyolországi világbajnokságon volt. A Tolnai kajakkenu ese nem csak néhány kirakat versenyzővel rendelkezik, hanem korosztályos bajnokok, országos helyezettek egész sorával is jöttek Fadról, Bogyiszlóról, az egész kistérségből a kajakozni vágyó gyerekek, akiket a létesítmény bővülésével egyre méltóbb körülmények között tudott fogadni a testnevelő tanári állást is betöltő Barina házas pár. Egy későbbi, újabb világbajnokuk, Boros Adrián, a 2000-es évek elején Vácot hagyta ott Tolna miatt. 97-ben már Olaszország utaztunk Európa-bajnokságra, nagyon jól mentek, az első háromba voltak, csak nem volt jó a pumpánk, vagy már nem is emlékszem, és többször elsüllyedtek, úgyhogy föl is adták a versenyt, de hát én láttam, hogy ezek bírják nagyon, tehát ezek jók lesznek, csak ugye az érem lett volna a nyakba, akkor más is tudta volna. Így következőben mindenkinek óriási meglepetés volt, hogy ezek utca-ossza nyerik a világbajnokságot Dél-Afrikában. Akkor még hát nagyon fiatalok is voltak, 21-22 évesek, vékonyak is, de nagyon állóképesek voltak. Ami hozzásegített az óriási munka, tehát februárban vesztek a Dunán hóesésbe. Sportág szeretet, megszállottság, szakmai hozzáértés együtthatója tette sokáig az egyik legjobb kis klubbá a Tolnai KC-t országos viszonylatban a maratoni szakákban. A korábban megkapott rangos kitüntetésekben, például Barina József Sipos Márton díjában, ne feledjük, valahol az is benne van, nem is kicsit, hogy az elmúlt majd fél évszázadban tolnai és környékbeli gyerekek százakban mérhető sokasága szerzett tömegsport szintjén komoly jártasságot, vízibiztonságot a kajakozásban, kenuzásban, úgy általában az evezősportban. Hát ezért is kerülhetett be a tolnai örökbecsű értéktárba a helyi vízisport. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!